Sziasztok! Ági vagyok, az Ürömlány, ez pedig itt a Kiborító. Minden olyan témát kiborítunk az asztalra beszélgető társammal, Szilágyi Miklóssal, amit elénk vet a LinkedIn, és szerintünk izgalmas. A véleményünk nem minden esetben egyezik, amit mi kifejezetten élvezünk. Vállaljuk az összes utaságunkat, esetlenségünket, tudásunkat és tudatlanságunkat, a véleményünket, ami szerintünk nincs kőbevésve. Mersz velünk jönni így, hogy kiborítók vagyunk? Én az empata, toxikus empata, most mondjuk így. Azért, mert az empaták között vannak azok, akik túlságosan akarnak adni, és a saját határaikat nem tudják fölhúzni. Ez gyerekkori trauma, amiből jön. Az, amikor a saját határodat sem húzod meg, és akkor ez úgy szokott lenni, mint a drogosoknál, hogy mivel ez zsigerből jön, ezért a toxikus empaták mindig toxikus empatának definiálják magukat, csak azt mondják, hogy gyógyuló toxikus empata vagyok. Nem tudom, nem használom a toxikus rá, mert valahogy igen, rossz neki, de a toxikust arra szokták használni, a toxikus munkatárs. És ilyen értelemben mondod azt, hogy a toxikus empata előjött belőle? Nekem, én mindig az voltam. Mindig az voltam, gyerekkorom óta, mert ez a people pleasernek a túlfejlesztett változata. Ugye a szüleim miatt az voltam, meg a család miatt, és tehát, hogy nagyon nagy önkontroll kell tanúsítanom ahhoz, hogy automatikusan ne kezdjek el segíteni, adni, hanem el tudja megenni, hogy ha ez most épp állj, határ fölhúzva. Ez azért érdekes, mert nekem nem két dolog jutott eszembe, csak egy. Ez azért érdekes, mert szóval az mindig fontos definiálni, hogy honnan mondasz valamit. Tehát mondod azt, hogy határt húzni meg minden, és mondod ezt egy toxikus empata szempontjából. Na most mindenkinek információ az, meg fontos, hogy meghúzza a határt, és hogy beszéltünk róla, hogy gyermekeim anyjának jobban meg kellett volna tudni húzni a határt. Ő nem volt toxikus empata, de nem tudta meghúzni eléggé a határt. Tehát ez nagyon sok mindenkihez szól, hozzám nem, mert én... A kos! Én nem nagyon kegyetlen vagyok abban a határaimnak a meghúzásában. Túl kegyetlen is egyébként. Én nekem ebből kellett visszavennem. Tehát azért nagyon fontos megmondani, hogy honnan mondod azt, hogy meg kell húzni a határt, és ezzel az energiával, ezzel a svunggal, ezzel az erőteljességgel, hogy aki azért nem annyira toxikus empata, annak nem, tehát hogy mondjam, tehát annak nem kell annyira meghúzni. Ezt még nem mondtad, tudnélik, ez most ezért volt fontos szerintem, ahogy elmondjam, hogy te toxikus empata, tehát egy túlzott empatának tartod Igen. magad, és nehéz visszafognod abban magad, hogy szóval ne pátyog az a többieket, meg ne tutyolg az őszeket, az nem biztos, hogy jó neki. Nem is az, hogy tutyolgatom, vagy pátyolgatom, hanem empataként az van, hogy nagyon könnyen át tudok helyeződni a túloldalra, és az ő szempontjaikat veszem a saját magam elé, igen, tehát a saját szempontjaim elé tudom nagyon gyorsan helyezni az övéket. Ezt kell mellé tenni annak a sok-sok heti posztnak, stb., hogy ezért olyan erős benned ez a falu, meg hogy a falu ellen, mert neked ennyire fontos, ennyire erőt kell kifejtened. Igen. Egyébként érdekes módon az a fajta empatizmus, hogy beleélni magát a másik helyzetébe. Tehát például vitánál, például eszmecserénél, dialógusnál. Én nagyon szeretem, tehát egyszer elmondom a magamét, aztán ő elmondja a magáét, simán van, hogy ú, ez jobb, ugyanúgy, mint arról, hogy simán tudom csinálni, ez jó, ez jó. És akkor már végén is van az egész, elfogadtam az övét. De amikor nem, akkor mi az, amit ő megmozgat, tehát mi az, ahonnan ő elindul, borzasztóan érdekel. Nem maradok ott, igen, de nem mondom, hogy ennek van egészséges változata is, azt akarom mondani, ami nem toxikus. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, hogy ugye ez a tipikus dolog, ez az ókori görög, nem tudom, hogy a bíróságon akkor lehetett elkezdeni, ha el tudtad mondani úgy a másiknak az álláspontját,
hogy az elfogadja, hogy igen, körülbelül itt vagyok én. Klasszikus disputa szabályok. És ha mind a kettő elfogadja, na akkor el lehet kezdeni vitatkozni, mert persze mind a kettő tudja, hogy nem ugyanazt vagyunk, de fontos, hogy tudjam, hogy ő mit képvisel ennek egyáltalán az empátiának, annak nagyon fontos szerepe van az életünkben. Abszolút. Tehát, abszolút. Ami nekem nagyon nehéz, hogy én lehet, hogy pont emiatt szeretek nagyon asszertívan közeledni az emberekhez, és nem az van bennem, hogy nem akarom megbántani őket azzal, amit mondok, mert ez pont leszarom már, hanem ahogy mondom, arra nagyon odafigyelek, hogy az ne lehessen bántó. És van olyan embertípus, akihez, ha így szólsz, hiába húzol határt, jön, akkor is, és amikor azt mondod, hogy na jó, akkor a lófasznak is van vége, akkor most kis csillag, mondom, hogy mi a játékszabály, és pont ez a mai napom ezzel telt, hogy folyamatosan ilyen feladatok elé állított a sors és az univerzum, hogy nekem ilyeneket kellett ma megoldanom, úgyhogy elég jó energiában érkeztem ahhoz, hogy pont azokról beszélgessünk, amiket mondtam, hogy szeretném, hogy beszélgessünk róla. Monogámia, oké. Okay. Viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért lett ez most hirtelen érdekes. Még egyet hozzáfűzök. Lehet, hogy most a mai topot, legalábbis az elején én beszélek többet, bocsánat. Ez a poliamor dolog, ezzel megleptél akkor, amikor ezt mondtad. És ha? Én találtam egy könyvet, ami a monogámiáról is, meg a poliamorságról is ír. 77-ben adták ki először. Az a címe, hogy The Ethical Slut. Tehát a sima Google fordító az simán kurvának fordítja, én azt mondanám, hogy az etikus fajha. És ugye az a lényege az etikus fajhának, hogyha semmiképpen sem pénzért, nem szellemene, és az etikusság az nem csak ez, amik ez alap, az alap. Hanem egyszerűen az életének a központja az erotikus szexuális örömszerzés, és nem hazudik róla. Mint ahogy mindannyian. Kvázi mindannyian. Hát, szóval valami, hogy etika ezt lát. És egy híres könyv. Wikipedia szócik van belőle. Ennek a poliamornak is, és most itt fogok ráfutni szépen lassan is hagylak beszélni, ennek is megvan az irodalma. Én több poliamort is ismerek, meg én ezt tanulmányoztam is nagyon-nagyon sokáig, hogy ez micsoda, meg hogy jön, és igazából ott javítalak ki elsősorban a szakirodalommal kapcsolatban, illetve a szakirodalmat javítom ki, hogy jelenleg a mostani álláspont szerint a poliamória az nem kifejezetten szexualitásról szól, hanem arról szól, most egy ilyen eléggé PC változatot mondok, hogyha te úgy döntesz, hogy szeretsz madarászni, és a feleséged azt mondja, hogy ő bárra nem akar veled menni madarászni, és te mindig eljársz madarászni, és ott találkozol Luizával, aki szintén madarász, és kapcsolódtak a madarászaton keresztül, de azt egy nő mindig érzem, akkor ez egy több, mint barátság, több, mint egy sima madárrajongói kapcsolat, és mondjuk megegyezzel a feleségeddel, hogy a Luizával eljárhatsz el egyrészt, meg hogy a Luizával mit csinálhatsz még a madárlesen kívül, mert lehet, hogy neked lesznek olyan vágyaid, hogy csak megérintsed, vagy megcsókoljad, nem feltétlenül szexuális aktusra kell gondolni, az is benne lehet, de itt az a lényege az etikus poliamóriának, hogy a felek tudnak egymásról, és azt vallják, hogy attól még, hogy a Luiza van Luiza kapcsolódik az alfa kapcsolathoz, ami te és a feleséged vagy, attól te meg a feleséged nem lesztek kevesebbek, mert a feleségedtől így is úgy is elmennél madárlesre mondjuk, tehát hogy az időt nem nagyon befolyásolja, illetve sokkal minőségi kapcsolódást élsz meg a feleségeddel is, mert feltöltve jössz haza,
és egy sokkal odafigyelőbb, vagy egyébként is. Tehát, hogy valami ilyesmi most a jelenlegi álláspont szerint a poliamória a világban. És akkor ez lehet ilyen hogy megbeszélitek, hogy és a feleséged is egyébként, hogyha ő szeret bridge partikra járni, és ott mindig a, nem tudom, Károllyal fog megjelenni, és Károly haza fogja kísérni, akkor te mit engedsz, hogy a Károly meddig mehet? És ez mindig az alfa kapcsolatnak a döntési joga, hogy mit enged meg a másik félnek, és mindig az alfa kapcsolatban levő pár, az tájékoztatja a másikat, hogy mi a szándéka. Persze ez nem azt jelenti, hogy hazajössz majd, és akkor beszámolsz, hogy mi történt Lújzával, mert lehet, hogy a feleséged azt mondja, hogy hú, tök kíváncsi vagyok, hogy mi történt Lújzával, de az is lehet, hogy azt mondja, hogy nem akarom tudni, én csak azt akarom tudni, hogy jól érezted magad, és akkor innentől meg a miénk az idő. Tehát ezek ilyen nagyon nüansznyi, de nagyon fontos, nagyon nagy transzparenciának kell lenni, ugyanúgy féltékenyek, ugyanúgy, tehát ugyanolyan kapcsolati dinamikák vannak, mint egy sima kapcsolatnál. Egyszerűen arról van szó, hogy ha te felismered, hogy neked nem csak mondjunk egy olyan áruházláncot, ami nincsen Magyarországon, Carrefour kártyára lenne szükséged, ahol tudsz ABC terméket venni, hanem neked szükséged van motorcsónakra is, mert hogy az az életednek egy fontos része, még akkor is, hogyha 10%-ot tesz ki, akkor megengedi a Carrefour-os CEO, hogy átmenjél a motorcsónakázó boltba. És akkor megmondjátok, hogy igen, most randim lesz, igen, most vele leszek, tudni fogja, tehát ezt tiszteljátok, és ez nagyon nehéz az elején, roppant nehéz. És igazából a poliamória az még azért érdekes, mert hogy én így mentem pszichológiában utána az én következtetésem. Ezt nem találtam meg így kifejezetten, de én azt hiszem, hogy ez a poliamória abból jön. Egyrészt, hogy nagyon jó önismereted van, és tudod, hogy mire van szükséged. Megengeded azt a párodnak, van olyan önbizalmad, hogy megengeded azt a párodnak, hogy nem őt feszített keresztre, hogy ő neki kell a Carrefourban majd motorcsónakot is árulni, és utána levered rajta, hogyha nem. Bízol benne, hogy attól ti még egy csapat maradtok, egy csónak, főleg, hogyha gyerekek is összekötnek, akkor pláne, ott mindig a gyerek körül forog a dinamika. És amit még fejtettem, hogy valószínűleg azok az emberek, akik poliamorok, azt tanulták meg gyerekkorukban, különböző családdinamikák mentén, hogy több forrásból szedik össze azt a szeretett kreditet, vagy azt a kreditet, amivel ők tudnak működni. És akkor ezt így tudják adaptálni a felnőtt életükre is. Bár hozzáteszem, hogy manapság ez ugye itthon nem annyira PC, de vannak ilyen klubok, ahol összejönnek, mit tudom én, tárlatokra, együtt grillezésre, és akkor van olyan, hogy te, mint a Carrefour-os mister, elviszed a Carrefour-nét, a két CEO megjelenik, és azt mondjátok, hogy egyébként jöhet Lújza is, meg Káro is. És az a, tehát, hogy nem fog senki sérülni tőle, meg nem fognak a nyakadra mászni, meg tehát, hogy ők azért tiszteletben tartják, hogy ti vagytok az alfa pár. Jó, egyébként olyan értelemben érdekelt, elvileg egyébként, tényleg elvileg. Oké. Én szerián monogám vagyok, tehát én semmiképpen nem, ha egyszer szerelmesek, akkor az egy emberben tudok lenni, tehát az igen. Hogy vajon eljön? Mert én azt hiszem, és lehet, hogy beleolvasok ebbe a etikai szlatba, azt hiszem, hogy az eredeti értelme, ugye Wittgenstein mondja, hogy a szavaknak, pláne metafogalmaknak ugye használatuk van, nem jelentésük. Tehát nem az van, hogy leírja a Wikipedia, mindenki azt gondolja. Én azt hiszem, hogy az eredeti jelentése, az eredeti használata, inkább maradjunk a használatnál akkor, az eredeti használata az erősen szexuális volt. Azt gondolom, és ahogy a
a fölvezető szövegből van, hogy ott is akár mennyire etikus, meg nem etikus, ugyanúgy van féltékenység, meg minden, tehát abszolút, sőt, hát mivel nem ilyen plátói dolog, valószínűleg erősebb is, és intenzívebb, és robbanékonyabb is, azt gondolom, de hogy az érdekel, mert én nem tudom elképzelni, hogy azt a plátóit, ezt el tudom képzelni, ezt az érdeklődés szerinti beszélgetnek, meg csinálnak valamit együtt, de hogy szerelem, hogy itt az eredetihez vajon, és az lenne érdekes olvasni, kapcsolódik-e az a szerelem, amit hát szerelemnek hívunk, ami 3 hónapig, 3 évig tart, tehát hogy kapcsolódik-e hozzá, vagy elég tudatosan, hogy mondjam, egy jó érzés, tehát a csak erotikus és szerelemmel teli erotikus között is vannak fokozatok. Vannak közötte fokozatok. Ez is egy kontinuum ahhoz, hogy kedvem legyen vele poliamorként, amit mondom, nem vagyok, és nem is voltam, vele is, meg vele is, meg vele is, akkor hát nem voltam. Ezzel még belegondoltam egy kicsit. Tehát, hogy az más, hogy szívesen lenne valakivel az ember, és más az, hogy tényleg komolyan veszi a dolgot. Tehát figyelj, most egy teljesen mellékág lábjegyzet, tehát azért egy bizonyos kor után már az embernek elég egy nő, vagy egy férfi. Tehát, hogy még többnek a nyavajáját, meg a hákliait, meg mindent, tehát hát az Isten szerelmére, jelen tudom képzelni a több nehézséget, anyám. Nem, olyan értelemben van köze hozzá, szerintem modellszerűen van köze hozzá, hogy igenis arra is nagyon kell figyelni. Ez így van, ebben igazat adok. Párfúrosan, rá is tisztelettel kell lenni, figyelemmel kell lenni, energiát kell befektetni, tehát sőt, majdnem azt mondom neked, hogy többet, mint az poliamornak az eredeti vonatkozásában, majdnem többet. Nem tudom. Tehát azért mondom, hogy nem arról van szó, hogy semmi szellem nincs benne, az valószínűleg nem. Tehát valami szellem van, de hogy vajon az az igazi nagy szellem, ami néhányszor van az embernek az életében, akkor szerencsés, hát nem biztos, hogy mindenkinek, de aki szerencsés, hogy addig el tud-e jutni ez, vagy azért annyira, tehát annyira azért szelektálódik az ember, talán nem. Azt hallottam, hogy ilyenkor az van, hogyha ilyen nagyon nagy szerelem jön be, ez a béta kapcsolat általában, aki csatlakozik az alfához, akkor lehet egy ilyen, hogy átvált a béta alfába, és hát ez, tehát hogy azok már necces, de ki tudja? Annak, aki az alfába volt, és ki lett hagyva, az többet nem lesz poliamor. Nem rögtön, igen. Hát ugyanúgy sérülnek, ugyanazok a kapcsolatdinamikák vannak, ugyanaz minden, viszont ami eszembe jutott, hogy erre egyébként a szomorú vasárnap. A szomorú vasárnapnak volt egy olyan feldolgozása 2000-es évek. Én? Aha. Péterrel, meg a feleségével, aztán a feleségével. És abban konkrétan mutatták, hogy a női szereplő 2 férfival szerelmes, és 2 férfival van egy ágyban, vagy egy füvön, vagy nem tudom, de emlékszem, hogy feküdtek, és ilyen snittek voltak, csak mert lehetett látni, hogy a nő mind a 2 férfit szereti, baromira nem tud választani, és mind a 2 férfi ott volt mellett, tehát ezt fizikálisan is elfogadták azt, hogy ők így egy egység. Erre, igen, tehát lehet ilyen példa. Tehát semmi se kizárt. Ami ember jobban, semmi nem kizárt. És tulajdonképpen az én kedvenc francia filozófusom, aki 10 évvel fiatalabb nálam, Michel Onfray, erről sokat nem beszél, de ő 2 nővel élt, egyik meghalt, de ő 2 nővel élt együtt, és azért ez egy, hogy mondjam, egy olyan filozófus pali, tehát ezt végig is gondolta. Szerintem vannak is ilyen könyvei a hedonizmusról, meg minden, ami nem mindent olvastam tőle. De hogy igen, el tudom képzelni, hogy én se zárnám ki, tehát nem zárnám ki, de azért azt mondanám, hogy ez azért eléggé ritka. És valószínűleg ez, hát az is érdekes lehet, hogy tehát mindennek shelf life-ja van, tehát mindennek határideje van, hogy meddig érvényes, meddig áll el, meddig nem romlik el.
hogy mondjam, ezek ilyen pillanatok az életben, amik tartanak hónapokig, esetleg néhány évig, és akkor lehet, hogy újra rendeződik minden. Tehát ez így van. Én is, én nőni is. Tehát ott volt egy poliamor szituáció, ahhoz azok az emberek kellettek. Tehát az nem úgy van, hogy ezt be lehet helyettesíteni. Nem. Hanem minden kapcsolatban újra kell kezdeni az egészet. Hogy az nem lesz, vagy poliamor, vagy mit tudom én. Igen? Annyit tennék hozzá, hogy szerintem a poliamorok attól, hogy nyitottabbak, aztán lehet, hogy majd rámeresztik a közösséget, és szép trollkodnak, de ezt én így érezném, hogy mivel nyitottabb a házasság, és több vagy a párkapcsolat teljesen mindegy, és több mindent megkapok, és nem a páromat feszítem keresztre, hogy miért nem jön velem ide, oda, amúgy, blablabla, tök mindegy, de mivel így nyitottabbak, ezért, és akkor így csúszok át a monogámiára, hogy a monogámia és a gazdasági szövetség, amiről én mindig beszélek, hogy ott kevésbé mernek váltani az emberek. Kevésbé mernek moccanni. Jobban hátraszorítják a saját érzeteiket, érdekeiket, himi-humiba elmennek, meg egy tehát, na, mindenki, de pont ma volt egy érdekes beszélgetés, ami barátnőmmel, aki azt mondja, hogy hát de basszus, együtt vagyunk 25 éve, hát 25 év után nem lehet ugyanaz, és hogy elhiszem, hogy valakinek itt valami inputra van szükség, és pont ezt beszéltük, hogy amit én látok, hogy azok a nagyon-nagyon hosszú házasságok, egyrészt kevesebb évig éltek az emberek, tehát oké, hogy voltak ilyen 50 éves házassági évforduló, meg mit, de hogy most borzasztóan kitolódott az életkorunk, és bár a házasság meg minden is tolódik kifele, meg a párkapcsolat, de hogy valami hihetetlen hosszú időszakot kéne úgy megcsinálni, hogy vagy nagyon együtt fejlődsz a másikkal, közösen, vagy nagyon közös projektjeitek vannak, tehát, hogy valami hihetetlen effort kell ahhoz, hogy együtt maradjon egy pár, illetve hát a gazdasági szövetség az mindenféleképpen garantálni fogja, illetve a válás ennyire nem támogatottság, hogy ne legyél önazonos, és ne merj lépni, és hogyha erre van szükséged, akkor sem, mert még a falu is leköpködés, te leszel a szaranya, meg a szarapa, meg aki elhagyta a gyereket, meg minden is te leszel, és azt viselni, ezt a terhet eléggé nehéz, akkor is, hogyha tudod magadban, hogy de ez kellett, hogy túléljek, és ne 5 év múlva bérákkal, meg cisztával, meg merrákkal műtsenek, és az még a legkevesebb, amikor műtenek. Igen, hogy ez ilyen nagyon, nagyon speciális körülményeket várunk most el a pároktól, mi, a falu, én most nem tartozok bele, de hogy a falu nagyon, és amit én szoktam nézni, az, hogy amikor nagyon együtt tud haladni egy pár, az valószínűleg azért van, mert valamilyen nagyon speciális közegből, vagy speciális kapcsolódásból netalán adottsággal érkeznek. Említem itt a Dragomán házaspárt, hogy mind a ketten írók, és meg vagyok győződve, hogy minimálisan a spektrumon vannak. És erről van egy nagyon jó sorozat is a Netflixen, Love on the Spectrum, azt hiszem, ami ausztrál sorozat, 2 vagy 3 széria, ott kifejezetten van olyan párkapcsolati coach, hogyha te bejelented, hogy a te családodban van spektrumos, az azt jelenti, hogy az autista a legenyhébb és a legsúlyosabb végpontja között valahol van, vagy éppen a végpontokon. Ők nem mondják így, hogy hát súlyosan autista, és mindenkit úgy mondanak ott, hogy spektrumon van. És hogyha bejelented, hogy van egy ilyen családtagod, és el szeretne menni randizni, ismerkedni, kijön egy párkapcsolati coach hozzá, aki specializálódott autistákra, spektrumosokra, és azt mondja, John, te mit szeretnél? Mi a fontos neked egy másik emberben?
játsszuk le, hogy milyen az, amikor bemész az étterembe. Először kinyitod nekem az ajtót, mert ezt úgy szokták. Tehát tényleg ezekre a basic, nekünk nagyon természetes kapcsolati vagy érintkezési formákra és társadalmi gesztusokra tanítja meg, hogy kell beszélgetni. Először szó szerint egy ilyen pácika rajz kecset csinál neki, hogy itt akkor te beszélsz, az első buborék, például kérdeznek, hogy mi a kedvenc színe, ő el fogja mondani, akkor te is elmondhatod, hogy neked mi a kedvenc színed. Akkor gondolj egy másik kérdésre, próbáljuk kitalálni, szó szerint lemodellezik. És elképesztően szép volt látni ezeket a randevúkat, hogy a pár másik fele is általában spektrumos, hogy azt, hogy kócsolja, hogyan találkoznak, milyen élmény. Amire mi azt mondanánk, hogy Isten, volt egy olyan randi, ezt mondom, hogy ilyen szívmelengető volt. Egy olyan spektrumos srác, aki autóbolond, és autóversenyeken időt mér, és ott van, és guminál, nem tudom, ott valamit ott mókolhatott, nem biztos, hogy cserét, de hogy mechanikai dolgokat is ott csinálhatott, szerelhetett. És akkor ő mondta, hogy szeretne randizni, és egy downos spektrumos kislányt hívott el. Kislányt, nem tudom, lehet, hogy 20 éves, csak a rajtuk nem látszik, de hogy ők felnőtt tagjai egyébként a saját családjuknak, 20-30 éves, 40 éves emberek. És a kislány először kapott egy rózsát, attól ő elájult, és elvitte vezetés szimulátorba. És amikor így beültette, és mellégugolt, a kislány elkezdett vezetni, így látott, hogy atya, tehát kanyart nem tud szegénybe venni, és a fiú ott mellett, és nagyon ügyes vagy, most tette át a sebességet, nagyon ügyes vagy, mindjárt ki leszel a kanyarból, hát ez egész, és a életük legjobb randja volt, és ők együtt is maradtak. Szóval, hogy ez a monogámia, valami, amikor ennyire hosszú időn keresztül tudsz kapcsolódni, az valami olyan speciális dolog, Curie-házas pár, most csak ami eszembe jutott, amikor van egy olyan szenvedély, egy olyan háttér, egy olyan adottság, egy olyan bármi, amikor azt mondod, hogy hát ez ennél nem lehet jobb, ez így együtt egyre jobb, és ez fontos, hogy együtt egyre jobb. És igazából azért hoztam be ezt a monogámiát, mert te mondtad azt, hogy milyen monogám vagy, ez kukvára tetszett, serial monogám. Igen, és hogy ezt a mostani társadalom, ezt a serial monogámiát nagyon nehezen tűri. Azt várják el, hogy belépj 20 évesen, 30 évesen, és tessen odáig elmenni. És egy csomó... A frekvenciája nem mindegy, tehát hogy a fél éves, vagy mondjuk 38 évig voltam házasságban, igaz, hogy hát igen, tehát azért nem volt sima. Hát nagyon nem. Két oldalam volt, tehát igen, tehát... Ja. Szóval ez a serial monogami, ez nekem tetszik, hogy milyen jó lenne, hogyha megengedni azt a társadalom, hogyha elfejlődtök egymás mellől. Nézd, most már annyi ember van, akinek egy csomó házassága volt, tehát mi a serialnak a legsimább, legegyszerűbb bizonyítéka a sok házasság? Hát nekem is a harmadik vagyok. Tehát a serial, az persze nem azt mondom, tehát az igen. De nekem az a tehát hogy mondjam, az végül is az emberi szerintem valahogy nem tudom. Nem vagyok büszke rá. Ez egy ilyen semlegesen megnevezem, hogy milyen. Tehát ez van. Egy gazdasági egység, egy csónak. Igen. És a gazdasági egység az valóban nagyon fontos. És tulajdonképpen az egész világtörténelemben alapvetően